Üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Ma egy Bedwars challenge-et fogok teljesíteni, aminek a neve nem más, mint hogy egy várat kell építenem a szigetemre. Ez egy eléggé nehéz challenge, főleg, hogy közben az emberekkel is kell majd harcolnom. És hát biztos, hogy meg akarnak majd állítani, illetve ki akarják majd törni az ágyam. Ősrégen nem bedvalszoztam már, ennek az az oka, hogy ez a szerver, Mineberry.net, a legutóbbi élőadásban egyszerűen tönkrement. Nem tört ki az ágya, pedig szóval így, én egyszerűen nem értem ezt az egészet. Tegnap játszottam nyilván vele, hogy egy kicsit gyakorlatban jöjjek, és kipróbáltam ezt a challenge-et. És hát, most már tudok ágyakat kiütni. Na akkor mi is kéne nekem? 4v4v4. Hiszen azért, mert itt legalább a csapatársamra is bízhatom a harcolást, ágyfedést, minden mást, és nekem csak várat kell majd építenem. Azt nem garantálom, hogy a kört is meg fogom nyerni, viszont megpróbálom. Na, el is kezdődött a kör. És hát egy kicsit bugos a szerver, hisz csak egy csapatársamat látom. Biztos nem láthatatlan a többi. Először még egy teljesen normális Bedwars kör kezdetéhez alapozódunk, befedem az ágyat, mert az a legfontosabb itt ebben a kihívásban, hogy az ágy épp maradhasson. És bemegyünk középre. Majdnem elépítettem már, és szerintem a zöldek azok szeretnének harcoskodni. Az jól ütött. De hova akarsz ugrani? Nem már is fennmaradt az úton, fúj! És még az aranyamat is megkapja, fúj! Az ágyunkat még nem biztos, hogy kitörj. Állj már el innen, már mennyi ideje állsz még itt az izén vason. Elkezdem a várnak az első falát így felhúzni. Hát, hogy szerintem ennyire magasnak kéne, hogy legyen. Így. Remélem a csapattársaim nem fogják lebontani. Úgy látszik, alkalmazkodnak a dolgokhoz. Építetek akármit a szigetünkre, mert azt el fogják fogadni. Na most ide fog jönni a francba, ide fog jönni, és itt vagyok én. Ne! Én legyen már újra a csapatársam! Te jó ég! De csapatársam, segíts már! Istenem! És még ki is üti a rohadt sárga? Persze, és még egy egész csapat zöld is itt van! Itt a csapatársa, majd ő intéz mindent. Én csak építek. Mármint a várat. Nem az utat, meg nem az ágyat építem be. Ha nem, csak a várat. Mondjuk talán az ágyat be kéne. Jó, ennyi. De nézd meg! Így nem lehet rendesen feljönni, hogy közben folyamatosan már jönnek rád. Tudod mit? Itt lesz akkor majd a várnak a feljárója. De ez itt nem így lesz, ahogy ő gondolja. De még építeni se tud, még le is esik ráadásul, vagy nem tudom, én úgy láttam. De nem értem. Mi értelme van úgy építeni? És még az ágyat se felé be, szóval igazából teljesen simán ki tudnánk ütni őt. Azért tegnap kicsikét nagyobb várakat építettem, de hát most mit csináljak? Itt nincsen végtelen gyapjum, meg igazából ott se volt, szóval nem tudom, miről beszélek. Még csapattársam is van, szóval még azelőtt is kell bajlódni. De muszáj csapattárs, mert én építem ugye az ágyat be, de jó, és ők is ketten vannak. De miért mész fent? De easybe ki fogja ütni az ágyunkat. Olyan könnyen fogja kiütni az ágyunkat, mint még soha. De minek ilyen fentre menni? Komolyan már mondom. Ja, persze, ennek semmi értelme nincsen, mert csak sokkal többet sebződik. Persze, és a saját feljárót, amit én építettem,
Jó, leesett. Jó, én itt maradtam. Hát mondjuk ahhoz lehet, hogy kéne valami más is. Hú, ez micsoda kijáró! Gyerünk még egy ütés! Befenyítse őket! Ez most nem az a taktika. Na, hová futsz? Még én mindig itt vagyok! Saját csapdádba vele! Zsáj! Hé! Hihetetlen, ez mi a lupe? Na, hát ez megint egy következő kör. Ez már a 11. kör. Az előző kör sem fogjátok látni. Azonnal. Még konkrétan blokkot sem vettem, de már ott vannak a szigetemen. Ha ez most is így fog menni, akkor ez az utolsó kör, amit láttok a videó. Ja, persze, közben ez így eléggé nehéz. Az egy ajtót lehet, hogy kéne csinálni. Közben már egészen jól haladok. De így hogy lehet? És én minden videós végignéztem, hogy hogy csinálja ezt a taktikát, és rájuk nem mentek azonnal. Ez nagyon meglepő. Rájuk nem mentek azonnal. Nézze, mennyi HP-t levisz nekem. Pedig én eléggé jól tudok PvP-zni. Ja, miért itt akarok menni, itt az ajtó. Nem azért, hogy dicsérjem magam, de én eléggé jól tudok azért PvP-zni ahhoz képest, mint a kezdők. Tudom, hogy itt vagy megint. Ah, itt van. Itt van, menj innen! És áttöri a várfalát. Volna tudom, hogy fedjem az ágyat. Vagy nem tudom, mit akar. Azt is akarom. Ezek a béna csapat, másik csapatok. Azok nem igazán engedik. Én nagyon szívesen fedném. Na, már egy egész jó fafedés. Na, tudtam, hogy ide fognak jönni. Ah, és az is ide jön. Tehát a falon! Persze itt akar bejönni! Basszus, és milyen messziről üt! De hogy üt ez ilyen messziről már komolyan? Most ha halljál meg te komolyan! Ha eltálsz, akkor megengedem, hogy kiüsd az ágyunkat. Ő például nem hekkel. Jó, úgy itt van a kőkardom. Mikor fogy már el az íjad? És már le! Most meg mi a rohadékba haltam meg? Amúgy még csak most nézem. Hogy a top killben konkrétan majdnem benne vagyok. 543 killen van, és a tizediknek 551 van. Az igen. Tehát konkrétan én majdnem top 10-es ölő vagyok. Na, most, hogy az emberek megutáltatták velem a Bed Warsot egy jó időre megint, ezért valószínűleg ilyen videó nem lesz megint egy évig. Szóval nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hát sajnos nem sikerült nyerni, de hát mit is vártam a hacker emberektől? Nem is értem. Miért azon a szerveren próbálok én ilyen taktikákat csinálni, amin konkrétan simán egy hacked klienssel feljössz, és már tudod is rombolni a szervert, meg repülni, meg ilyesmi ilyenségek. De mindegy, hogyha a moderátor nem képesek ezt a szervert figyelni, akkor felőlem így is lehet, de az biztos, hogy ilyen taktikát csinálok, azt nem ezen a szerveren fogom. Találkozunk majd valamikor, most már csak, hát nem tudom ez a videó mikor megy ki, mert ez nagyon jól szeretném mondani, és valószínűleg sikerülni is fog, de akkor egyelőre új Our words in the dark, 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 the dark,
right where you belong to me, and I will bring you to your feet.